Nem olyan rég itt volt nálam fialajános János ebben a műsorban, abban a székben, és egy rögtönzött játékot találtam ki kizárólag vele. Nem fogom veled ezt a játékot eljátszani, csak egy nagy mulasztásom volt benne. Kitaláltam az úgynevezett manírmétert, a televízióból ismert személyiségeket mondtam neki, és egytől tízig pontoznia kellett, hogy ki a totálisan elviselhetetlenül maníros, és ki az, aki nagyjából önazonos a két véglet. Hát én azért nem kommentálnék senkit, kollégát, az biztos. Bár van egy, van egy másik játékunk a végén, ott muszáj lesz, de az nem ilyen jellegű és eszembe nem jutott Betlen János neve, aki a mai Bezzegnek a vendége. Köszöntelek itt. Istennek! Mit kaptam volna? Tudod miért? Azért bánom, mert nálam ennek a bizonyos manírméternek azon a végletén, szélsőségén vagy, amely, amely televíziós személyiség, legalábbis az én, hogy mondjam, médiára eszmélésem óta kifejezetten egy önazonos figura, anélkül, hogy valaha mi beszélgettünk volna, vagy ismertük volna egymást. Abból mértem ezt le, annak idején, amikor faltam minden ilyen típusú műsort a televízióban, hogy te voltál az a, az a tévés műsorvezető beszélgetőtárs, aki, ha Baki volt, a világ legtermészetesebb módján reagálta le. Te voltál az, aki, aki tudott olyan baráti hangot is megütni a, a, a vele szemben ülővel, ami még nem ment át egy olyan határon, hogy bratizást érzett volna az ember. Összességében mindig az volt rólad az én véleményem, tévéfogyasztóként, hogy itt van egy ember, aki próbálja levetni azokat a, azokat a modorosságokat, amit egyébként évtizedek alatt a magyar televízióban sztárrá váló műsorvezetők magukra hoztak folyamatosan. Csoda, azt... Micsoda dicséret. Ha, ha hobó lenne a... itt, azt mondanám, még Brezsnya Veltár sem dicsérték ennyire soha, azt szokta a hobo mondani. Igen, de nem, nem biztos, hogy ez jó, tudod? Volt, amikor ráfáztam erre. Tehát, hogy én természetesen... De nem lőttem nagyon mellé az érzékeléssel. Én, én természetesen igyekeztem viselkedni a természet ellenes közegben, és ez abból lehet, hogy én ugye a rendszerváltással kerültem oda, és én úgy éreztem, hogy nekem nem kell színészkednem. Mert 89-ben kerültél És és de hát a profik színészkednek, az az igazság. A jók is, tehát most nem, a, az nem minden, ez nem minden manír rossz. Tehát színészkednek a, a, a legjobbak is, és én sokszor ráfáztam erre a természetességre, vagy nem mondom, hogy sokszor, de volt egy pár olyan, amikor nem kontrolláltam az érzéseimet eléggé, és vissza kellett volna fogni. Volt egy pár ilyen, amit megbántam, és rájöttem, hogy csak nem tudtam megvalósítani, hogy színeszkedni kell. A, a tévénéző közönség, hogy mondjam, egy kicsit spéttel váltott rendszert, mint, mint rendszerváltó közönség, tehát megszokták a régi arcokat, és a régi stílust, és furcsa volt a tiéd nekik? Nem, nem, úgy értem, hogy a közönség, a közönségnél nem voltak rossz Visszhangjaim. azt nem mondanám, nagyon kevés rosszat kaptam. Kivéve most volt egy politikai párt, ahol elhíreztették ott egyes hangadók, hogy engem gyűlölni kell, vagy utálni kell, és akkor ott a. a nem ott se a vezetők, hanem a. a, a az drukkerek, az ottani B-közép, az igen, az máig is, utál engem pedig azok már 50 évesek is, meg mit tudom, én de olyan. Ezt, ezt észrevettem, de egyébként általában jó visszhangom volt. Nem a közönségről van szó, hanem arról, hogy én tényleg hibáztam. Azért, mert nem színészkedtem, hanem természetesen viselkedtem, igazán azt mondtam, vagy úgy viselkedtem, ahogy eszembe jutott. Csak nem mindig jó. Bánodam úgy. Hát azok, azt nem kellett volna elkövetnem, azt, ami egy-egy ilyenre gondolok. Teljesen igazam volt különben. Teljesen, csak rosszul kezeltem emiatt. És, és emiatt rosszul. Mire gondolsz? Jártam. Hát ez a bányaügy, tehát arról hogy az élet és irodalom 99-ben azt írt két ekkora oldalon, egy írást arról, hogy az Orbán apuka bányájába nagy pénzek jutottak az Orbán Viktor tudtával, nem tudják, hogy mennyi, de nagy, és akkor attól kezdve már tulajdonképpen nincs semmi probléma, csak akkor. Na most nem jutottak. Érted? És én azt gondoltam, hogy, hogy a Simicska Lajos az nem hülye, hogyha esetleg eszébe jutott volna, hogy ő törvénytelenül pénzt adjon az Orbán papának, akkor nem ad még kilenc embernek, aki neki a társa volt a babányába. Másrészt nem hagy nyomokat a cégbíróságon erről, hanem azt, hanem azt tud készpénzt és azt adják oda ilyenkor. Hát szóval én tudtam, hogy ez nem lehet igaz, és akkor megnéztem, hogy igazából az volt a történet, hogy ők a bányát privatizálták, úgynevezett munkavállalói részvénytulajdonosi programban, MRP, és ehhez kaptak hitelt, Egy félért se fizettek érte kezdetben, hanem kaptak egy hitelt, aminek az első évben nincsen se kamata, se törlesztése. Azért, hogy magyar ember is tudjon privatizálni. Na most egy év sem telt el, amikor az egyik ki akart szállni. És akkor ezeknek meg nem volt pénzük se együtt, se külön-külön, hogy kifizessék. És akkor az történt, hogy egy olyan cég, amit a fideszes pénzből alapítottak, az a cég megvette tőle ezt a tulajdonrészt, a kiszálló embertől, majd amikor ezeknek bejött pénzük egy szállítmányból, azok megvették ettől a cégtől. Tehát hitelt nem adhatott, akkor nem volt erre lehetőség jogilag, hogy ők hitelt adjanak. Tehát hát egy időnyerés történt. Egy hónapra uh -huh. tulajdonképpen kaptak kölcsönpénzt, és még az a probléma volt, hogy ez a tulajdonrész 4,7 millió forintot ért, és úgy látszott, hogy a bánya ezt a tulajdonrészt ettől a cégtől 2,1 millióért vette meg. Tehát itt lett volna az a nagy segély, vagy pénz át, de baromi nagy összeg lett volna, de ez sem volt valószínűleg, mert emögött a 4,7 millió forintos tulajdonrész mögött, pontosan 4,7 millió forint elhétel is állt, amiből még nem törlesztettek egy fillért sem. Tehát emiatt az a 2,1 millió, az nem látszott olyan rossznak. Tehát én nem láttam itt semmi gyanúsat, hogy föltankolták volna az Orbán papa bányáját. És akivel beszéltem, a főszerkesztő szegény már nem él. Ez milyen műsorban történt? Az aktuálisban. Aktuálisban. A ő Hát azt sem volt hajlandó egyáltalán elárulni, hogy mit állítanak. Én próbáltam felolvasni belőle, és elvesztettem a fejemet, hogy miért, mi ez itt, hogy miért nem lehet itt normálisan beszélni, nincsen semmi értelme, hogy ilyen, ilyeneket mondtam neki, ilyen, nem kellett volna. Annyira egyértelmű... Volt szerkesztő a füleden? Nem volt fülem. Nem volt fülem. Pedig most nem ártott volna azt, azt mondja, hogy öreg vegye vissza. És na, hát szóval ez volt, hogy én tulajdonképpen. Ott abban a pillanatban is érezted? Csak vi vitt a stejk? Nem, nem. Vagy nem, visszanézve? Nem vagy a, 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 a kritikákat Nem mertem visszanézni. Nem. De el, én elismertem, hogy ez sok volt, igen. Hazamentem, rossz volt a, otthon a visszang. Ja, mondjuk aznap este éppen elköltöztem otthonról, is, a testvéremnél voltam. Tehát a, úgyhogy egy a csomó ilyen dolgot, volt, hogy nem voltam tökéletesen. állapotban. költözik el az ember hirtelen otthonról? Megbújt az okok, de <laughs> Ez más kérdés. Oké. Okay. De nem, utólag azt mondom, hogy nem voltam jó állapotban. Akkor nem, nem az volt életed legjobb napja egy utólag. Nem. És euh, tehát ezt jól elrontottam, és az azért volt, mert milyen nem volt bennem az, hogy nekem valamiért vigyáznom kellene. Érted? Ez nem történt volna meg ezekkel a profikkal, akik színészkednek. Na és akkor utána azt De várjál, várjál, a, még a, saját státuszkodat is megélve volt egy ilyen magabiztosságot, hogy téged így sem érhet baj? Nem, nem, nem a bajom. Nem, nem, nem erről beszél, nem erről van szó, hogy én megem baj -e, vagy nem. Mondom, hogy elrontok valamit, vagy nem. Aha. Nem féltem attól, hogy baj érhet engem. Én végig, amíg ott voltam a tévében, én mindig gyakorlatoztam ilyen nyelvekkel, hogy hallgattam a rádiót, fordítottam milyen olyan nyelvre, vagy néztem a CNN-t, fordítottam magyarra, magamba, amikor aztán elküldtem a tévéből a hosszú idő után, annak is már több tíz, nem, nem, majdnem tíz éve mindegy, akkor hát előtte volt egy kutya, a lányom, egy kutyája volt, persze nekem kellett mindig sétáltatni, azt mondanom se kell, és És ilyenkor a kutyasítáltatás közben volt egy fülhallgató a fejemben, hallgattam a rádiót, és fordítgattam franciára, olaszra, angolra, gyakorlatozzak, hogy ne, f... az volt ennek az oka, hogy én azt gondoltam, hogy ne függjek én ezektől. Nekem ne kell attól félni, hogy az utcára kerülnek, akkor visszamegyek tolmácsnak. Ugyanez az, ez az attitűdöd volt bármilyen színezetű kormány bármilyen. alatti köztelevízió? Igen, még. csináltam, igen. És amikor aztán kikerültem a tévéből, azt mondja, a kommunósi Ildik nő, aki közelben lakik, és jóban vagyunk, azt mondja nekem, hogy most mi lesz veled? Ha mondom, figyelj, én kész vagyok, te formában vagyok, mint szinkron tolmány, és nem kell félni. Mi no, például a kutyasétáltatás közben azt mondja, de jó, hogy mondod, az emberek az beszélik az utcában, hogy megbolondultál magadban beszélsz. <laughs> Tehát én csak, azt mondom, csak, azért mondom ezt, hogy én nem féltem attól, hogy mi lesz velem, és soha nem jutott eszembe a műsor közben. Soha. Hogy volt olyan, hogy vigyáznom kellett, nem magam miatt, hanem valami kollega miatt, vagy nem tudom, a műsor miatt, volt olyan, hogy vigyáznom kellett. De amikor a műsor ment, akkor én közben nekem ilyesmi soha nem járt a fejembe. Mondhatjuk azt János, hogy aki a nagyjából a 40-es évei elején mártózik meg legelőször, ráadásul egy ilyen történelmi fordulat után a magyar közmédiában az egy tökéletes helyzetben van, hiszen a korát tekintve találkozhat lefelé nézve fiatal ö, politikusokkal, fölfelé nézve tapasztalt régi rendszerbeli politikusokkal, egy olyan korfa közepén vagy, amiben, amiben, ha nem is feltétlenül szakmailag, de emberileg mindenhová tudsz egy kicsit szólni. Ezt érzékelted? Nem, nem, nem ez járt a fejembe én inkább úgy éreztem, hogy én, mivel én ellenzéki társasághoz tartoztam előtte, tehát a régiek emiatt respektáltak, a már a volt kommunista, stb. És mert azért már érezték, hogy nem nekik volt igazuk, tehát azt azért. És az újak pedig bizonyos értemben kollégának tekintettek, vagy hogy mondjam, harcostársnak valamennyire. Tehát én így, így éreztem ezt, hogy inkább ez volt, a, ez volt bennem, nem nem, a kor. Uh -huh. Azon gondolkoztam, hogy, és most megint a műsorvezető érzékelése a vendégről az elmúlt évtizedekben, hogy nem emlékszem olyan harsány közéleti megnyilvánulásodra sem az alatt, amíg éppen dolgoztál, vagy azon kívül, hogy már mondjuk sokkal többet megengedhettél volna magadnak, és nyilatkoztál volna mindenhová. Nem éreztem soha azt, hogy valami fajta éles módon az egyik vagy a másik politikai oldal felé letennéd a garast, vagy nagyon szidnál azt az oldalt. De hát milyen a magyar társadalom és a magyar média fogyasztó ember, azzal, nem azzal feltétlenül, hogy te most a Bezzek stúdiójában ülsz a hírefemben, hanem azzal, hogy mondjuk állandó vendég vagy a Farkas Verem című hírefemes műsornak, Betlen innentől Fideszes. Hát voltam én már minden. Tehát én Fideszes is voltam annak idején, volt, volt én már emiatt is. van 99-ben ez megtörtént, és a beszélőben, amikor a mondjuk valamikor én is az a körhöz tartoztam, de amikor az még az, az a beszélő volt, amit úgy soba alatt kellett terjeszteni. Tehát abban lehozták ezt, ezt a szöveget, úgy, hogy a beszélgetőpartnerem partnerem szavait megfésülték, ahogy kell, az enyémet nem, enyémeket nem, és írtak hozzá egy olyat, hogy Jani Láphoz megy, ez volt a címe. Ez egy cím, egy dokumentumnak adtak egy ilyen címet, és bevezetőben döldbetűvel még azt is megmondták, hogy így néz ki, amikor egy gátlást, vagy nem gátlásos riporter, stb. Mert hogy a Jani házhoz megy műsorod, évekkel előtte már elindult, és ezt parafrázisként Igen. Igen. használták gúnyjal. Igen. Igen, tehát útba igazították az olvasót egy dokumentumnál, hogy hogy kell ezt értelmezni, és hogy rámutattak az emberre, hogy ezt kell gyűlölni. Tehát Na most, tehát akkor én már, akkor én már fideszes voltam. Mondjuk én megmondom neked őszintén, hogy én nagyon érültem, hogy a Fidesz megnyerte a választást. Ó, ugye nagy nehezen egyébként, de nem volt olyan sima ügy, 98-ban, mert akkor előtte én úgy éreztem, hogy egy, én úgy fogalmaztam magamnak, hogy mafia, de hát nem a szószoros értelmében, de hát egy, Szövetség, vagy nem tudom, mi a világ uralja az egész országot. És ha bárkinek a legkisebb faluba is valami elintézni valója van a kis közössége számára, akkor ezekhez kell fordulni. Én, én ezt a nyomást éreztem akkor. Tehát 98 előtt, és nekem nagy-nagy megkönnyebbülés volt, hogy ez megszűnt. Emlékszem, hogy kérdezték tőlem, hogy na, és akkor most nem lesz egy másik mafia? Valami úgy megvan, ez nyomtatásban megjelent. Mondtam nekik, hogy én nem tudom, de két maffia még mindig jobb, mint egy maffia. <laughs> <laughs> tehát el voltam én könyvvel, Fidesznek, is ebben volt, és valami igazság, mert nagyon örültem a, akkor az ő választási győzelmének, ezt utólag bevallom neked, de meg, meg nekem tetszett, tehát én, én örültem a Fidesznek az elején, tudod, mert hogy én úgy láttam, hogy ezek nem vesznek részt ebben az áldatlan, Urbánus, népies, megoldhatatlan maraságban, és ezek a 20. század közepi hülyeségek, vagy eleji hülyeségeken túllépnek. Szóval nekem nem tetszettek ők. Az biztos. volt, De igazából én az szdsz értettem egyet a kezdet-kezdetén. Azóbb a társadalomból jövök. De tudtam, hogy ha én elkezdek dolgozni a médiában, akkor nekem nem szabad ezt engedni, eluralkodni rajtam mert az visszaélés a pozícióval. Tehát, hogy én nekem kezembe ott van, ott egy lehetőség, amiben nem szabad élnem. Tehát én direkt ellene dolgoztam ennek az elfogultságon. tudtam, hogy van bennem egy ilyen elfogultság, és ellene dolgoztam, mert azt gondoltam, hogy ez a becsületes. Na és akkor ez a, ez lehet, hogy kezdetben egy árarc, állarc volt, de rámsült. Érted? Utána e, most ezt arra mondom, amivel kezdted, hogy én nem foglaltam így állást az ilyen nagyon vitatott kérdésekben. No, volt, hogy volt véleményem róla éppen, de az, hogy állást el is mondom, de nem úgy, hogy az egyik felet megsértsem, mert azt gondolom, hogy ebben negyed századom van. Most nem fogom azt utólag lerombolni. Hogyha felületesen nézi a, a szemlélő a betlenféle médiakarriert, és csak az évszámot emeljük ki, ami mondjuk tényleg nagyon felületes. 94-95 egy év nagyjából híradó főszerkesztő Betleni János. Tíz hónapig voltam, akkor az rövid, rövidségi rekord volt. 2009. október a Ma reggel című MTV-s műsorban főarc, mind a kettő a liberális időszakra tehető. Tehát, hogy most megint csak nem tudjuk, hogy hova kéne tenni Betlen Jánost. 2009-ben... Ja, ugye, a... Várjál, várjál, nem, hát 2009-ben bevitték a... Innen, ebből a helyről. Mert ugye a nap tévé A nap TV, a, reggeli műsort bevitték a, a tévészékházba, Óbudára, mert az történt, hogy az akkori tévévezetés már tudta, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást, és, és elvették a Gyárfástól, akinek egyébként ma, mert mi csütörtökön kettőkor beszélünk délután, és már tudjuk, hogy Gyárfás Tamást 7 évre ítélték el a Fenyő gyilkosságban, találták azt hiszem bűnsegédi részesnek. Én mert kül... szombaton kerül adásba ez a beszélgetés, így... de való Andégra igaz, már hogy... többet tudnak erről, mint én most. De én megmondom neked, férfiasan, hogy mindjárt visszatérek én arra a híradóra meg ide, hogy én azt hittem volna, hogy fölmentik a gyárfást. Mert én gyögének láttam a vádat, annak alapján, amit az újságokban olvastam, egyszer meg is kérdeztek az újságban, azt mondtam, hogy nem hiszem, hogy ő rendelte meg a fenyőgyilkosságot. Erre megjelentették úgy, hogy nem hiszem, hogy bármi köze volt hozzá. Ezt én nem mondtam. Uh -huh. Én akkor azt gondoltam, hogy olyat odáig el tudok menni, hogy esetleg ez a portik, aki a megbízást adta a gyilkosnak a hitélet uh -huh. szerint, hogy a portik vagánykodott a gyárfásnak, hogy én elintézem a te problémádat, és, nem kell, és esetleg a gyárfás nem mondta neki azt, hogy ne próbáld, mert fejbe csaplak, meg följelentelek, vagy nem tudom mi. Idáig el tudtam menni. De azt gondoltam, hogy ezért nem lehet elítélni. És tőbb, nagyjából ez történt, és ezért el lehet ítélni. Sokkal oda hét évet? Nem. Hogyha, hogyha ők úgy látják, hogy bizonyítva van az, amit én csak föltételeztem, mint legszélső esetet, mert abba biztosultam, hogy ő megbízást nem adott rá. Nem is mondja senki, hogy kikötött volna a portik valamiféle árat. Hát ha gyárfás megkérő, hogy legy szíves, meg a kollégát, akkor a portik azt mondta volna, kérek egy villát, mondjuk először, ott kezdődik. De ezt még csak nem is állítja senki, ezért én azt gondoltam, hogy gyárfás megbízás nem adott. És a bíróság most az itt indoklásban szerepel, az, amit én nem tudtam, hogy azon magnó beszélgetésekben, amelyeket a portik, ez a beteglelkű ember azt hiszem fölvett, amikor a gyárfással jóval később beszélt erről, ha szerepel egy olyan jelenet, hogy, a gyárfásnak ő azt mondta, hogy ezt nem merem idézni, szétcsesszük. Ebben a műsorban nyugodtan, Youtube-ra gyártjuk. <laughs> szétcsesszük erre. Azt mond, nem ezt a kifejezést, azt mondta, te akkor se idézem, mert mégiscsak nyilvános. És erre, erre, a gyárfás szétárta volna a kezét, és ezt meséli a portik a gyárfásnak a telefonba. A bíró ezt bizonyítéknak látja arra, hogy itt van valami, mert különben a gyárfás, nem tártam volna szét a kezét, hanem azt mondta volna, hogy ne szórakozzám, ez bűncselekmény, de nem is kicsi. És azt nem állítja senki, hogy ezt mondta volna. A maga van a beszélgetésekben, amikor a portik célozgat aranyos, már te is nekem egy kis szívességet, mert én megtettem, amit kellett. A gyárfás nem mondja neki azt, mondja az inoklásba a bíró, hogy miről beszélsz. Én értem, ezt én is észrevettem, de azt gondoltam, hogy ez nem elég ahhoz, hogy valakit elítéljenek, mint megbízott, de nem is mind megbízott ítéltek el, hanem valami ítélték el, hanem valami bűnsegédi alakzat van itten az ítéletben. Azt hiszem, de mondjuk még nem olvastam leszünk az elkövetkezendő Hát napokban. jó, hát szóval ez történt. Én arra tippeltem volna, hogy fölmentik, és eljött, kapott 7 évet, de hogyha tényleg ő lett volna a megbízó, ha ő megbízást ott volna, akkor 7 évnél többet kapott volna. Hány éves a gyárfás? Hát olyan 70, négy, ilyesmi lehet körülbelül. Mentálisan te mennyire tartod őt erős embernek, amennyit ismertél belőle annak idején? Hogy idegileg? Uh -huh. Lelkileg akár, mert hogy, mert Én... hogy azért ez, ez, egy, ez, egy, hát a hét év az, az kimondva is így sok egy ilyen korú ember életében. Hát, hát nem a kora miatt sok, hanem a szégyen miatt. Tudod, ez azért nagyon nagy szégyen. Jó, ez még, ez még nem jogerős, még nincs vége, de ott a bíró felsorol három dolgot, annak alapján mondom, amit én felületesen olvastam most az interneten hamarjába. Tehát ott az, ezt, a, ezt a két dolgot mondja, és még egy harmadikat, hogy tudnélik, amikor egyszer megzsarolták ezekkel a felvételekkel, ezeknek egy részletével, akkor miért ment azonnal az ügyészségre, a rendőrségre följelenteni a zsarolást? Hát ha ő teljesen ártatlan, ha ezek nem bizonyítanak, ezek az anyagok semmi mint ahogy nem bizonyítanak, de hát ráutalóak, mondjuk. Akkor, akkor miért nem ment, elment egy ügyész jó ismeréséhez, azt ki is rúgták emiatt, hogy nem jelentette azonnal föl, amit kötelessége lett volna, de végül is az az ügyész nem akar, nem törvénytelen tanácsodatot neki, azt mondta, hogy azonnal, hogy vigye be az anyagot az ügyészségre. Tehát jó, ő. De nem jelentette föl pedig. Tehát, hogy ki is rúgták. Na jó, hát nem tudom ezt. Minden esetre ezt a három dolgot hozza a bíró, engem elgondolkodtat, mert ha ez tényleg megtörtént, hogy ő, nem el, hogy ő tudta, hogy készülhet esetleg ilyesmire ez a portik, és nem csak a levegőbe beszél, és nem mondta azt, hogy előn meg mert én jelentem föl, ez nem, ez nem gyenge. Ez bőven több, mint beszédes. Ez, ez, te de az, az abban biztosodtam, hogy megrendelést nem adott. Jani, viszont mivel. Megy az idő. Kötetlenül beszélgetünk, Igen. tehát nincs nálam sem egy ilyen vázlatpont, hogy hogyan menjünk sorba. Most úgy döntöttem, nem értek el a 10 hónapos főszerkesztői, <laughs> főszerkesztői regnálásod. Maradjunk ennél a gyártás témánál, ha már ez így idejött a beszélgetésbe, és kicsit lépjünk két lépést hátra, és a napkeltéről beszéljünk egy picit. Benne voltál, mennyire érezted magad egy lojális újságírójának a napkeltének, és hogyan tekintesz a napkeltére, mennyire volt a napkelte egyfajta alternatív médiája a balliberális kurzusnak? Mi az erénye, mi a kára, amit amit ez az egész, egész az, jelenség okozott? Mondjuk. Amikor ez alakult, akkor azt gondolom, hogy ilyesmi volt, tehát 89-ben, tehát két dolgot, hogy egyrészt nagyon szabad szájú legyen, úgy alakították meg, és másrészt az én mögötte ott voltak a biztos baloldali emberek, akik ezt intézték és vigyáztak. Én abban az időben nem voltam benne, 92-től dolgoztam bele, így hetente egyszer, meg egyszer talán szerkesztettem egy időben, egy héten, és nagy szabadság volt. Tehát nekünk. Tehát soha nem mondtak olyat, hogy ezt kérdez, azt kérdez, olyan volt, hogy a műsorvezetőknek a szerkesztők ilyen hosszú kérdéssort állítottak össze, de most esküszöm több oldalt. Na, de hát ezek azt csináltak, amit akartak azzal, az nem kötelezte semmire őket. Nekem nem állítottak semmilyet össze. Nem is volt ilyen szerkesztőm, hogy a főnökök közül. Azt én magam csináltam, nekem nem szóltak semmit. Az, hogy kit hívnak be, anna azt az más kérdés, de olyan nem volt, hogy a Nap híre, vagy amit tudom, a Hét híra, vagy szereplője ne jöjjön, ne akar, hogy ne akarják, hogy bejöjjön? Olyan nem volt. Na most ez volt, hát ez nem sokáig tartott, mert aztán aztán ezt megszüntették a, még a, a, ebben a médiaháborúban, de már csak fél évvel a választás előtt, vagy annyi se volt már hátra. Úgyhogy már ez nem volt érdekes, de nekem akkor nem volt műsorom. És legközelebb akkor kerültem vissza a, ebben a napkertébe, közben lezajlott a fenyőgyárfás háború, abban tehát én csak láttam ezt, mert a, a Fenyő elvette a Gyárfástól ezt a műsort, és ők szerkesztették egy stáberté néven, és a gyárfás az csak a stúdiót adta akkor. De aztán visszaszerezte, utána, amikor médiatörvény után Peták lett az elnök, annál visszajött a gyárfás, de abban én nem voltam benne. Majd a Fidesz ideje alatt mi volt már? Meg, nem, nem, elvették tőle azt hiszem, meg én nem emlékszem. Nem emlékszem, mi történt, arra emlékszem, hogy nem, nem vették el, maradt ez a dolog, és Erősen, tehát csupa úgynevezett baloldali vagy liberális műsorvezető volt benne. De ettől. Mondjuk egyéb. néhányat, hogy idézzük fel a nézőinknek is a, azt a korszakot. Hát az Acélbandi volt benne, akkor a. Akkor már nem volt, Havas már akkor nem ott volt. Forró Tamás volt, akkor Bánó Andris volt, akkor Mékutíca, Várjunk csak. Akkor Verebespist. Uh -huh. Hétvégén. Most nem emlékszem, de még volt. De ezek az is súlyos ér... meghatározó és... nevek voltak akkoriban. Na most akkor. A... 2002-ben elvették, és amikor visszajött a de megalakult a megyesi kormány, valaki azt mondta egy kollega, a megyesének, hogy engemet ki kell írtani, és ki is írtottak. És nem tudod ki az, vagy csak, csak nem akarod megmondani? Nem akarom megmondani, mert nem tudom, csak sejtem. Aha. Tehát ezt nem akarom megmondani. annyit mondhatok, hogy nekem az akkori, akit komisszának kineveztek később, elnök lett a Rudi Zoli, az azt mondta akkor, hogy egy szabaddemokrata politikus és szocialista kollégák azt kérték tőle, azt mondták nekem, hogy ugye a Betlent kinyírod. És az az egy szocialista kollégára, ő tippelek én, aki jobban volt a egyesével, de... Az egykor SZDSZ-szel szimpatizáló tévés újságírót az SZD és az MSZP akarja kinyiratni. Nem az, Szép. én, én ezt nem mondom, hogy az MSZP ki akart nyiratni, ezt nem mondom. Szerintem az MSZP akkori vezetője, a Lendvai Ildikó vagy a Kovács László engem nem akart kinyiratni. Ők azok látták, hogy én korrekt vagyok hozzájuk. A, az ESZ-es vezetők se akartak kinyíratni. ebbe, is biztos vagyok. Ezek más, ezek lejjebb aktivisták, stb. vagy... De van egy neved, akire tippelsz, vagy tudom, van egy neved, mert akit mondtak neked? Nem mondták ezt a nevet, csak én azért tippelek rá, mert jóba volt ott a miniszterelnökkel egyrészt, és más, és tudom, hogy onnan jött a dolog, ezt viszont elárulták nekem, és a... És egyrészt is más... De most már engem jobban érdekel, mint téged? Nem, nem mondhatom meg, mert nem tudom. És egyszer találkoztam vele, véletlenül csináltam a fiával egy interjút, és véletlenül utána találkoztam vele, és láttam, hogy a megbánást a szemében. És nem, én nem tudok másra gondolni, hogy mi oka lehetett végre, hogy megbánja, de mindegy, ez nem érdekes, mert a személy, ez csak pletyka. A, okay. a, a Ami ebből a tartalmilag érdekes, azt elmondtam. Na és akkor jövök ki a Rudi Zolitól, mikor ezt elmondta nekem, és épp ülésezett a kuratórium, még akkor voltak benne fideszes tagok is, és azt mondja nekem a Tátra Eszter, fideszes kurátor, ki régen kollégám volt, mert a híradóban dolgozott a, a tévében, azt mondja, hogy Gratulálok. Mondom, nem tudtam, hogy mihez, mondom, köszönöm az egész kollektíva nevében. Mondom, hülyéskedve. Azt mondja, pont a kollektívához gratulálok. milyen kollektívához? Hát, hogy az hangzott itt el, hogy a Nap TV megígérte ahhoz, hogy a kuratórium meghosszabbítsa a megbízást, kellett a kuratóriumnak az engedélye, mert ez egy nagy összegű megbízás. Megígérte, hogy kibővítik a stábot a Baló Gyurival, Kérül, még valakivel arra nem emlékszem, hogy ki volt, és veled. Ja, de tudom, Friderikusszal és veled. Ezt mondták. Mondom neki, figyelj, én nem tudok semmit. Milyen évet írunk? 2002. Nyara, nyara. És akkor fölhívnak engem a Népszabadságtól Krajcár. De már túl vagyunk a Fidesz gyerekségen. Persze. Uh -huh. Fölhív a Krajcár Gyula Népszabadságtól, hogy akkor mit szólok ehhez? Mondom, nem beszél senki mondom én semmit nem tudok. Töri a árfás, hogy én miért beszélek, hogy én legyek nyugodt, hogy én fogok kapni egy ajánlatot. Mondom, tudom, te azért hívsz engem föl, hogy én nem mondjam azt, hogy ne velem beszélj senkivel, hiszen most beszéltél velem, mondom, nem fogom azt mondani köszönöm. És akkor nem történt semmi, senkivel, majd egyszer voltam bent, amikor az iraki háború kezdett kitörni, de még nem tört ki, és akkor behívtak oda beszélgetni. Én mondtam, hogy ezeket nem lehet megállítani, de nagyon helytelenítette őszintén, szóval mindegy. És akkor azt mondta ott a gyárfas nekem, hogy ne haragudjak, hogy nem, de itt olyan ellenállás volt, hogy az egyik kollega azt mondta, hogy ő, ő, ki is lép akkor, ha nem téged, hanem a Baló ide merjük hozni. Jó, oké. Okay. Hanem aztán egyszer csak mégiscsak azt mondta, hogy legyek én cserepados Hogyha valaki nem tud jönni, akkor ő engem betesz. Ez egy 2003 elején volt. De most ebből a három névből, amit mondtál, a tiéddel együtt három név, Friderikusz, Baló és Betlen. Azokban ebből nem ebből Friderikusznak volt a, a legjobb a fekvése, annál a, 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 egyrészt a közösségnél és a kollektívnál és meg a kurzusnál is? Hát ő úgy tartották nyilván, hogy ő a szocialistákhoz van a legközelebb, a Baló Györgyről úgy tartották, hogy az SZDSZ-hez áll a legközelebb, róla meg úgy tartották, hogy a Fideszhez. Na most akkor én mondom, volt bennem egy ilyen régi rokonszem a Fidesz iránt, ez tényleg igaz, de én nem, én igyekeztem nem mutatni ilyesmit a műsorba, tehát nem, nem tudom, ez mindegy, így elterjedt. Na és akkor, de csak én kerültem mégül is oda, és pedig úgy, <laughs> ja, Istenem, egyszer, a, egyszer megkérdeztem az MDF-től, a Csapodiki Tamás képviselőtől, ott mikor épp helyettesítettem valakit, aki nem tud bejönni, hogy, hogy, mint ellenzéki párt, hogy képzelik azt, hogy a kancellária miniszter táska hordozóját támogatják a TV elnöki szerepkörre. <gül> <gül> És a többet nem hívtak egy ideig egyáltalán. <laughs> Milyen szemtelen voltál, látod? Ugyanis, igen, nem mindegy. És ugyanis tényleg én láttam, hogy mit viszi a táskát a parlamentben. Láttam, ez a szószoros értelmében igaz volt. Na jó, mindegy. És akkor. De aztán utána az történt, hogy a Mékuti Iccának ajánlottak egy heti kulturális műsorterre elment a nap naptévéből be a tévébe, soha, egyszer volt soha többet, de vissza sem ment, és akkor engem az ő helyére betettek. Egyébként a gyárfás joggal félt attól, hogy lesz egy elszívó hatás. 2002-ben. Nem? Nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Minden esetre én akkor 2003-tól kezdve ott dolgoztam. Uh -huh. És őt a vége felé már sokat, mert mivel már a tévében már tudták, hogy a Fidesz fog gyerni, az átállás volt, és ki egymás után kipöckölték a acélbandékat. Elérték a gyárfást, hogy rakja őket ki, és jöttek más emberek. És volt, hogy, volt olyan, hogy egy héte hármat csináltam, mert annyira nem volt ott ember. És erre az időszakra azt tudom neked mondani, hogy én olyanokat mondhattam, te komolyan mondom, se az se azóta én ilyet soha nem láttam. Emlékszem, egyszer egyszer a Kunce Gábor, és azt kérdeztem tőle, hogy, hogy miért mondta, hogy az hogy milyen hülyeséget beszél a Fidesz? Hát nem tudom, mikor volt 2006 7 nem tudom. Mondom neki, lehetséges, oké, de kitette tönkre az országot? Erre mondta, hogy hát, nincs az tönkre téve, hát hogy, 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 mi a mi? mondom, Jézusom, még mire készülnek? Érted? Most képzeld el ilyen. Ez, mi értem, hogy hogy volt ez, merszem, de hogy, hogy ki jött. Aztán volt, én nekem az volt a véleményem, hogy tönkretették az országot tényleg, és ezt számokat tudtam volna ezt e, akkor bizonyítani, de nem volt erről szó, csak úgy. Sokszor visszatérő elem most ebben a bezzegben egy ilyen relatív betlenféle bátorság, és újra meg kell kérdeznem, hogy ilyen raportokra se hívogattak be egy-egy ja. ilyen, egyszer volt egy -egy ilyen olyan... elszólás után? Nem, soha. Olyan volt, hogy nem én vezettem az aznapi műsort, olyan volt. Tehát olyan volt, hogy a... mikor az összedi beszéd Nyilvánosságra hozása utáni napon, vagyis 2006. szeptember 18-án hétfőn, én voltam hivatalban, élvezettem a műsöt, és bejött Gyurcsány Ferenc. És megkérdeztem tőle, hogy nem akar-e lemondani azok után, hogy kiderült, hogy a választást azzal nyerték meg, hogy félrekormányozták az országot. Akkor se kapták, gondolom, irányított szerkesztői kérdéseket? Nem. És, a, és ő azt válaszolta, hogy egyszer csak el kell az igazság felé indulni, erről van itt szó az ő beszédében, mondom neki, és úgy garantálni tudja nekem, hogyha még egyszer azon múlik a választás eredménye, hogy eladósítják a költségvetést, akkor biztos, hogy nem fogja megtenni még egyszer. És nem mondta azt, hogy nem. Nem hazudott nekem a szemem. Ez miért nincs köztudatban ez a párbeszéd? Ez a, ez a, műsor. Hát rengeteg interjú volt, volt a Friderikus. Hát de jó, de ez egy van. nagyon erős mondat, most ne haragudj ennyi Szi, de az az erős szerintem, hogy ő nem hazudott a szemembe. És ezek után a Keszthelyi András az ő sajtófőnöke, vagy hasonlója, megkérte a gyárfást, hogy többet én ne kérdezzem a miniszterelnököt akárki kérdezheti. Kérdezhet akármit tőle, abban egyáltalán nem, nem kíván abba beleszólni, de én ne. És akkor, mikor legközelebb jött, akkor az történt, hogy más vezette a műsort. Nekem megmondta ezt a gyárfas becsületesen. Tehát személyesen olyan nem volt, hogy most mondtál két példát, hogy aztán mikor lemegy a, 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 a kap, kamera a mikrofon kikapcsolva, se a gyurcsán, se a Kunce nem baszott le mondjuk ezek után, hogy hogy kérdezhettél tőle nem, ilyet? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Semmi nem volt. Egyszer volt egy olyan, hogy reggel 5 óra 50-kor indult a műsor, és kellett mondani egy másfél perces vezércikket. Még mielőtt jött volna, nem tudom, sajtószámra, vagy mit tudom én mi. És, és volt egy ember, aki a hatodik kerületben üzérkedett ilyen őkormányzati lakásokkal, és az MSP s ember volt, és akkor azt mondták, hogy neki semmi köze az MSP hez nem visel semmi tisztséget. És én azt mondtam a vezércikbe, hogy annyira azért nem senki az mszp hogy ne lett volna ott egy irodája a Köztársasági pártházban, és ne ő lett volna a Lendva Ildikó kampányfőnöke a választáson. És erre jó, de ebbe már egy több, mint froclizás. Nem, a rész. Miért, miért? Hát ez igazság volt. Jó, csak hogy hát most a... magam előtt van az a stílusa, hogy ezt te föl tudod nem, tenni. Így, ezt a... És nem, 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 semmi külön stílus nem volt, nyugodtan mondtam. És erre azt mondta hogy gyártás, te nem tudod, hogy én mit kaptam ezért, már hogy ő, és nem lesz többet vezércik. Soha többet nem volt vezércik reggel 50-kor. Ez volt az egyetlen ilyen az se szemreányás volt, vagy mondta, hogy Szóval... Akkor te ilyen veszélyes pali voltál ott a szerkesztőségben? Tehát nem, nem lehetett tudni, hogy élőadásban te ott mit fogsz rittyenteni? Hát figyelj, én most figyelj, egy fecske nem csinál nyarat, ez volt a gondolom, az elképzelés. Hogy én azt úgy fejeztem ki akkor baráti társaságban, hogy ennyi AVH-s között egy gestaporsát is tenni, és ezt föl tudták mutatni, mint ellenpéldát. példát. Tehát, hogy nem mondják már rájuk azt, hogy. Emlékszem volt egy olyan, hogy bejött a Fodor Gábor, egy hárman kérdeztük, volt egy ilyen műsor, egy baloldali, egy jobboldali újságíró, és én középen, mint műsorvezető, és valamelyik azt mondta tőle, hogy neki, hogy mit szól ahhoz, hogy évekkel korábban a Megyesi Péter, amikor le mikor leváltották, akkor úgy fogalmazott, hogy az SZDSZ tele van korrupciós, ügyekkel. ügyekkel. Erre azt mondta, most mondhatok egy ilyen általános dologra, hát tessék már valami konkrétumot mondom, segíthetek? Miért kellett acélról betonra áttervezni a Köröshegyi Völgyhidat, mivel 30 milliárd forinttal többbe került? Mert az a cég... Jé, a lánc, nem valami hasonlót láttunk most. Nem tudom, nem tudom, de ez ne, nem ugyanaz az eset. Kész volt. Kész volt. Minden el volt intézve, beszéltem a GANZ acél vezérigazgatójával, aki nekem azt mondta, bevásárlók ezt találkoztuk tekipa, véletlenül, egy, azt mondta, hogy kész volt minden, az az igazság, hogy hát le is kellett adni valamit belőle, és mikor megnyerték a választást, ezek a régi barátai, szocialista kötődésű ember volt, oda ment hozzájuk, és azt mondta, hogy akkor most nektek csinálom, és sajnos nem lehet az szdsz nél van ez az ügy. Ő 44-ért csinálta volna a jutalékkal együtt, azok meg 70 malányért. Na és ezt meg kellett, így megkérdeztem a, a fodortól, senki nem tetszem rányást. Senki. Ezt, ezt ők le tudták nyelni. Figyelj, de másfelől. Elvetted a jobbos újságíró kollega kenyerét, ha más, jól sejtem így. Másfelől jel. viszont azt is el kell mondani, hogy amikor, hát volt egyszer egy olyan, hogy reggel 6 és 8 között csak szocialisták voltak benne. Lehet, hogy volt az ez de nem vagyok benne biztos. És akkor fölhívtam a gyafit, és mondtam neki árfást, és mondtam neki, hogy ne de én az 57-es moszkvai vit óta ilyen kommunista felvonulást még nem láttam, itt te reggel. Ja, és elfogadta, hogy igazam van. Miközben nem ő szerkesztette az Hát, hát nyilván azért nem... tudta, hogy mi van benne nyilván. El, elfogadta, hogy igazam van, és kiadta, és fölhívta. A kis Pétertől volt a középső, és mondta neki, hogy hát akkor azt kéne, hogy hogy bármely más napon... Kilőtte én... Kis Pétert egy fideszes helyet, helyére? Hát az lett volna, hogy bejön egy fideszes, és akkor egy kicsit sakjáték oh. szerű már, és fekete-fehér, és akkor azt mondta neki a Kis Péter, hát jó, hát én nem vagyok fontos. Mire azt mondta erre, de hogy nem, de hogy nem fontos, nem vicceljünk már, és azt mondta jolikának, a műsor a szerkez, vagy a szervezőnek, Jolika ezt most már te intézed, én többet nem, és akkor fölhívta, az első embert ezekből a három közül az elsőt, aki a, a válaszmány elnöke volt, és egyúttal államtitkára a munkaügyi és a többi minisztériumban. És az azt, mond, azt mondta neki, hogy hát túl nagy a ja, torlódás, és hogy az kéne, hogy egy másik napot. Jó, 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 azt mondta, jó. De remélem, hogy a Tamás gyárfás tudja, hogy azok mögött, a pályázatok mögött, amiket ő elnyer a munkaügyi minisztériumban, azok mögött én vagyok. Na tehát ilyen, ilyen volt. Volt egy olyan, hogy, hogy 2006. október 23-a vasárnap, másnap hétfő reggel én vagyok szolgálatban. Ugye lett történt, ami történt, és nálunk a reggeli műsorban ilyenek voltak benne, hogy a kitüntetettek jönnek be egymás után, akik megkapták a nem tudom milyen kitüntetést az ünnep alkalmából. Hát Fölhívom. Alakadt karcsit, hogy karcsikám. Ő volt a főszerkesztő. Ez nem megy, ezeket ki kell dobálni. kell Tűzoltó, rendőr, mit tudom én, mindenki, politikus, mindenféle. Persze. És hát nem történt semmi, nem tudom, hogy miért, de hívogattam a Jolikát, hogy mi van a műsorszervezet, mi van, mi van, mi van. Szervezik-e már reggel műsor, mert ez nem műsor. Hát mondta, hogy még nem, akkor a Gafit, és mondtam, hogy ez nem fog menni. És ő megértette és elfogadta. És akkor tudtam beszélni a budapesti rendőrfőkapitányal, igaz, hogy csak telefonon, de meg tudtam tőle kérdezni, hogy miért terelték a, a elégedetlenkedőket, a randalírozókat, akik borogattak meg, miért terelték a, az alkotmányodsz torkolatától a Deák felé délután saját szememmel láttam. Nem, a, meg nem cél, hogy én most itt megbántsam Lakattékáról ismeretlen ismeretlenül, ráadásul az egyik számomra fontos könyvet, az apám regényét saját édesapjáról megírta, és fontos olvasvány az életemben. Igen, nagyon szép. De a Lakattékáról egyéniségéből, amit az ember így képernyőn látott szintén, hát biztos voltam benne, hogy ő nem mer megkockáztatni egy, egy meredekadást azon a vannak az estének a másnapján. Na jó, de, de, én nem tudom, lehet, hogy megpróbálta, én ezt nem kötök, én ezt nem tudom. Na de ha láttad a tervezetet, és csak a kitüntetettek Na jó, de azt még előbb csinálták. Itt meg kellett volna változtatni, aznap történtek a dolgok. Tehát az már kész volt, előbb kigondolta, hogy itt ilyenkor a balhé lesz, én. De amíg is mentem ki az utcára. De, de a, jó, ekkorára nem számítottam. De hogy valami lesz, arra igen. És lehet, hogy megpróbáltam. Ennek én nem nem, 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 nyomoztam semmit. De amikor én beszéltem a gyárfásra, azonnal megértette és azonnal intézkedett. Egyébként kétszer beszéltem az országos rendőrfőkapitányjal is erről, akkor nem volt itt a Brazíliában volt valami konferencián, és akkor megkérdeztem tőle, hogy maguknak nincsen egy olyan tábornok nincsen egy olyan kézikönyv, hogy mire használd a rohamrendőrségedet? Hogy például, például, hogy nem lövünk egy egyáltalán civilizált országban, másrészt nem lövünk fejre gumilövedékkel, harmadrészt nem ejtünk foglyot például, semmi értelme, ilyesmi nem, nem tudnak azt, hogy a legközelebb, ha ilyen jó tudja, a legközelebb magától fogunk tanácsot kérni. Hát ha nincs jó, akkor e tőlem kell. De te érted, olyan szabadság volt, hogy ezt el kell ismernem. Jani, Rengeteg történet van benned, valószínűleg egyszer vissza is foglak majd hívni valamivel később, mert még a fejemben, ami volt itt a média kiegyensúlyozottságról, a média háborúról semmire nem jutott már időnk. A kötelező rovatot meg rajtam kérik számon a műsornak a rajongói, úgyhogy Igen. nem fogod megúszni így áll egy kort vizet, szükséged lesz rá. Jézus már. Betlen Jánoshoz intézek jó néhány, két kis cetli teleírva nevekkel. A feladatod az lesz a személyeskedő rovat című játékban, hogy akinek a nevét meghallod, az első gondolatodat vágjad bele a mikrofon a kamerába, és az a szigorú játék szabályani, hogy nagyon röviden, akár egy mondat. De egy én, szó... mondjuk kollégákat nem fog minősítgetni. Ez nem minősítgetés, ami eszedbe jut. Tehát én is az a szabadság, amiről most többször beszéltél az adásban, ezt a szabadságot tőlem is megkapod, mert úgy értelmezed a játékot, ahogy szeretnéd. Az első gondolatod, ami arról a szeméről eszedbe jut. Jó? Na, Kezdjük. Nézze. Mindenki eddig megoldotta valahogy. Antal József. Röviden, mindenhol röviden. És a tudnék én jobban voltam hát, Ennyi. Hongyula. Hongyula nem volt haragtartó. Megyesi Péter. Megyesi Péter sem haragtartó. Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc sem haragtartó, ezt kell mondanom. Bajnai Gordon. Hát őt kevésbé ismertem a De Jó, benyomást kelt a, úgy a viselkedéshez. Orbán Viktor. Valamit nagyon tud. Csurka István. Személyesen nagyon megnyerő ember. Tordján József. Soha nem fordította az elégedetleneket, akiket képviselt szembe a demokráciával. Lendvai Ildikó. Mostanában nagyon jó cikeket ír. Hiller István. Hát sokat beszéltünk a Soproni szőlőültetvényesekről. Kovács László. Óvatos diplomata. Pokorni Zoltán. Rendes ember a pokorni. Navracsics Tibor. Ő is rendes ember különben. Én akkor, mikor bekerült a politikába, azt mondtam, hogy elvesztettünk egy elemzőt. Szájer József. Az egyik első fideszes volt, akit ismertem. Szijjártó Péter. Szerintem sokat fejlődött. Rogán Antal. Azt mondtam neki, Tónikám, jobb ez így. Lázár János. Elég szabad szájú ember. Tarlós István. Megbízható műszaki ember. Karácsony Gergely. Szerintem tanárnak volna a legjobb. Demszki Gábor. Fordítottam neki régen, amikor szamizdat kiadó volt? Vona Gábor. Volt vele egy nagy konfliktusom, de én is hibás voltam benne, és kibékültünk. Ungár Péter. Nagyon helyes rác. Jakab Péter. Nagyon keveset tudok róla. Donát Anna. Rokonszenves, de hogy mire fog venni a politikába, el nem tudom képzelni. Szabó Tímea. Nem, nem tudok semmi nem jött eszembe róla, bocsánat. Morvai Krisztina. Morvai Krisztina a személyes jó ismerősöm. Simicska Lajos. Hát, felületesen ismertem őt. Azt gondoltam róla, hogy ő Őt nem lehet megvenni. Ezt gondoltam róla, ezt, ezt fent tartom. Dobrev Klára. Dobrev Klára. Azt hiszem, hogy a nemzetközi életben nagy sikerei lennének. Csintalan Sándor. Egyszer sok őszinteség volt benne. Egyszer tényleg olyanokat vallott benne, most nincs idő, hogy elmondjam, de olyan őszintén beszélt egyszer, amikor még MSP ügyvezető alelnök volt, hogy az döbbenetes egy filmünkben szerepel ezzel. És akkor jönnek azok a nevek, amelyek már a te szakmádat érintik, bízom ugyan, az eddig az egyik legtökéletesebben feladott teljesítő vendégem, vagy csak szólok, úgyhogy most már ne okozzá ezek, ehhez képest csalódást. Vejszer a Linda. Egyetlen egy műsorát se láttam, most komolyan nem tudok mit mondani. Ő kedves a folyosomról is, mert kedves lány. Svábi András. Én neki szerkesztője voltam, amikor egészen kezdő volt, én akkor nagyon szerettem őt. Tehát aztán nem sok dolgunk volt egymással. Neki volt egy nagyon rossz Orbán interjúja. Azt én nem láttam. Vujj Amikor engem leváltottak a tévéhíradóról, akkor kiírta a táblára, hogy Jadi szerettelek. Volt idő. Hát ugye, már akkor... Vicsai Tamás. Nagyon sokat tanultam tőled, de soha nem beszélgettünk. Gyárfás Tamást kihagyjuk, hiszen hosszú fejezetek szóltak a mai műsorban róla. Krudinák a Lajos. Nem értettem vele egyet, de személyesen nagyon jobban voltunk vele, és régóta. Lovas István. Nem ismertem jól a Pistát. Nem, nem, nem ismertem jól. Egy nagyon, nekem túl radikális volt. Bajer Zsolt. Régi jó ismerettség, és mindig szoktam örülni, amikor megfogadja, hogy most már nem lesz olyan vad. Baló György. Baló György az egyik legjobb képességű újságíró volt ebbe a szakmába. Friderikus Sándor. Ő meg a legsikeresebb. <laughs> Hajdú Péter. Nem sok dolgom volt vele. Egyszer voltam vele egy műsorban. Nem, nem, tudok mit mondani róla, nem tudom. Lakadtékáról, Károly. Lakatté Károly, jaj, én személy szerint nagyon, nagyon jó viszonyban voltam, nagyon, majdnem baráti, de nem jártunk össze, de jó viszonyban voltam vele, és sportügyben mindig hozzáfordultam. Nagy József. Nagy Oska egyszer elájult a műsorban mellettem. Szegény azóta a jobboldali tábor ezzel gúnyolja, hogy az elájulós Nagy József. Na jó, de hát nem evett semmit, és alacsony a vérnyomása, és leesett a vérnyomása, és elájult a műsor ködben, de hát ez, ez, nem egy... Ez nem egy hiba, vagy nem egy bűn, de látod, ilyen szigorú szabályú játékban ez az első, ami eszedbe jut. Milyen érdekes. Igen, hát beszélgettem. Ért, nagyon értelmes, rendes rác a Nagy Jóska. Bakács Tibor. Settenkedő. Hát. Egyszer felajánlott, hogy térjünk vissza együtt, de én nem akartam visszatérni. Mékuti Ilona. Nem, nem, nem igazán dolgoztam vele együtt, nem, nem tudnám minősíteni. Nagyon jó, jó beszédtechnikája volt, az biztos. Kondor Katalin. Hát ővel soha nem dolgoztam együtt. Úgy messziről. Figyelj. Messziről jobba vagytok. Messziről jobba vagyunk, szerintem. Havas Henrik. Oh, Henrik, én azt hiszem, hogy azon kevés kollégak közé tartozom, akiket a Henrik szeret. De lehet, hogy tévedek, de én azt hiszem. Kálmán Olga. Kálmán Olga. Én sajnáltam, hogy beszáll a politikába. Rónai Egon. Nagyon jó. Rónai Egon nagyon jó. Az olyan képességei vannak, itt, tehát ösztönösen az ez kiváló. Horváth János. Jóságíró volt. Nagyon jóságíró volt. Verebes István mert ebben jóba vagyunk. Nem találkozunk mondjuk tíz évente egyszer véletlenül talán, és akkor összeölelkezünk. Forró Tamás. Csomival egyszer találkoztam vele az elmúlt években, azt hiszem, hogy nem, is, nem él Magyarországon, a dél franciaországban él. Semmit nem hallani. Én róla. szerintem azt mondta nekem, hogy ott él. Hank is elemér. Nagyon szerettem az elemért. Nem, nagyon rendes ember volt, és nagyon sok mindenbe egyetértettünk. Stefka István. A Pistának ültem a helyére, és utána másfél évig nem kapott munkát, úgyhogy lelkifordalásom van vele szemben. Te szerepelsz a média szóló könyvében? Nem tudod. Én se tudom. De, de szerepelek benne, de elég jó indulatúan ír rólam. Tehát megúsztam a aránylag megúszta. Pálfi G. István. Osztálytársam volt. Minden, micsoda viszontagság ellenére is mi ketten személyesen nagyon szívélyes, meleg baráti viszonyban vagyunk. Pálfi István. Pálfi Pista eszeveszett tehetséges híradó vezető volt. Mit szólsz az itteni dicstelen létéhez? Én, én azt gondolom, hogy, hogy nem Én nem ítélem őt el, mert érteni vélem, hogy mit akart mondani, hogy nem a pedofil bűnözőkről beszélt ő, hanem a pedofil az egy, az egy betegség, amiben nem feltétlenül lesz bűnözés, hanem olyas, olyan, mint egy betegség, amit azért karma lehet tartani, hogy úgy mondjam. Hogy de szakmai szempontból te is gondolom belátod, hogy Nem ez... sikerült különösebben jól, de én szerintem azért, és Nézzé, de ő neki nem ez volt a műfajon, ebbe bele kellett volna rázódni, nem úgy van, hogy bedobod a mély vízbe, mert azért nem ez volt a műfaja. Tehát én szerintem nem csak ő hibásabb, hogy ez történt. A Endre? Hát az egészen kiváló újságíró volt. A híradóban súlyos problémáim voltak vele, meg is írtam neki, hogy ez nagyon-nagyon nem jó, mert már dolgoztam ott, amikor még ő volt a főszerkesztő, de hát csak kívülről be-be dolgoztam, egy, egy egyszer egy héten próbálkoztam, és egy nagyon rossz, és nem rúgott ki, nem mondta, hogy igen, akkor menj a francba, azt szóval toleráns ember volt. És Bánó András. Bánó András egyike volt azoknak, akik vállalták azt, hogy nekem szerkesztenek abba a 89 első felébe, és azt csinálják, amit én kérek. Tehát ezt Tudom, ff, és ez, ez meg is történt. Befejeztük a kollégákat, bele végül? Nem, nem döglöttem bele végül is, nem. Nem tudom. Nem. Jó, hát elhatároztam, hogy megpróbálkozom ezzel, de hát remélem, hogy nem vántotta meg senkit, mert úgy minősíteni őket nem, semmiképp sem szerettem volna. Megoldottad, köszönöm szépen, főleg a, ezt a részét. Betlen János volt a mai Bezzeg vendége. köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Igen. Nagyon remélem, hogy még több Farkasverem műsorban látunk téged viszont, és a nézők, hallgatók örömére mondom ezt. Úgyhogy a gondolataidra szerintem továbbra is kíváncsi. Ez az oldal is, meg hát ha valaki a másik oldalról is megnézi szerintem ők is. Köszönöm szépen, hogy Én eljöttél. Is. Ez volt a Bezzeg, egy hét múlva ismét jövünk. Sziasztok!